Énekes, zenés és táncos produkciókat láthattak azok, akik ellátogattak a Kodály Talent elnevezésű rendezvény döntőjére. Az idén második alkalommal megrendezett tehetségkutatóban pécsi kollégiumokban lakó tanulók vettek részt. A diákotthonokban szervezett egyéni selejtezők után most minden intézményből 5-6 versenyző állt színpadra. A szervezők szerint a megmérettetés célja kettős. Amikor engem megválasztottak kicsivel több mint egy éve, akkor kettő fontos célt tűztem ki magam elé, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy a jótékonykodás és a tehetséggondozás a mi kollégiumunk diákönkormányzatának elsődleges célja. És tavaly, ugye, amikor először összehívtuk ezt a Kodály Talentet, akkor a tehetségek felkutatása, ápolása volt a cél, és ezt folytattuk idén is. A 14 döntős produkciót egy 4-tagú zsűri értékelte. A bírák között foglalt helyet a tavalyi verseny győztese is, aki zongora játékával érdemelte ki a díjat. A por fiatalkora ellenére már darabok komponálásával is foglalkozik, idén pedig nagy örömmel vett részt a zsűrizésben. Tavaly beneveztem erre az elsőként megrendezett versenyre. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz, nem gondoltam egyáltalán, hogy nyerni fogok. De hát így alakult, hát nagyon örültem neki elsősorban, és idén is szerettem volna jelentkezni, de nem engedtek, mert hogy valószínűleg megint csak nyertem volna. Úgyhogy most így tudok helyet foglalni a zsűri közt. A fellépő diákok arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a verseny végén, egy tanuló pedig a közönségdíjat kaphatta meg. A döntősök egyébként a Gandhi, a református, a ciszterci és a Kodály kollégiumból vettek részt a megmérettetésen.